több épület újult meg Traktaharkányban. Az elsőnek említeném a védőnői szolgálatot. Egy nagyon szép épületet sikerült kialakítanunk, úgy gondolom, hogy a környéknek a legszebb védőnői tanácsadója van itt. Elkészült a biztos kezdett gyerekház, amelyet a korábbi könyvtárból alakítottunk ki. A könyvtárat pedig tavaly helyeztük át máshova. Illetve a családsegítő épületét sikerült felújítanunk, átalakítanunk, valamint az étkezdénket alakítottuk úgy át, hogy egy sokkal nagyobb étkező terem áll rendelkezésre. A védőnői szolgálat felújítására azért volt szükség, mert bár 2014-ben sikerült megújítanunk az egészségházat, de sajnos ehhez az is hozzátársult, hogy csökkent az alapterülete. És ezáltal bár egy megújult épületbe tudtak 2014-ben, 15-ben beköltözni, mégis kicsi volt. Ezért kerestük a pályázati lehetőségeket, hogy egy nagyobb, tágasabb, új épületbe tudjuk őket áthelyezni, és adódott ez a nagyon szép lehetőség a Magyar Falu program keretében, amely 30 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz, így egy korábban orvosi szolgálati lakásként működő épületet újítottunk fel, alakítottunk át. Két védőnőnk van, két védőnői körzet. Ez végül is igazodik valamelyest a kétházi orvosi körzethez is. 3600 lakosú a település, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy két körzetet tartsunk fenn. A biztos kezdett gyerekház a könyvtárunknak a korábbi épületébe került, 15 millió forintos EFOP-os pályázatból tudtuk felújítani, illetve átalakítani, hiszen egy biztos kezdett gyerekház nem feltétlenül úgy néz ki belülről, mint egy könyvtár. És hát ezzel az a célunk, hogy a 3 évnél kisebb gyermekeket egyrészt felkészítsük az óvodára, másrészt az ő szüleiket is igyekezzünk felkészíteni azoknak a feladatoknak az ellátására, amik előtt ők állnak. 2000 óta működik Traktaharkányban családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, amikor ezt a szolgáltatást bevezették, Traktaharkány is csatlakozott hozzá, és a Honvéd utcai egykori áfész épület adott ennek helyet. Ezt újítottuk fel idén, egyrészt energetikai korszerűsítésen, másrészt belső átalakításon is, illetve sikerült bútorokat is vásárolni. Itt a családsegítők kaptak helyet, a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának is itt van az irodája, bár a Szociális Szolgáltató Központnak több telephelye van, illetve a házi gondozók is itt kaptak helyet. Topos pályázatból, Szociális Alapszolgáltatások Fejlesztése elnevezésű pályázatból nyertünk rá 75 millió forintot, és ebben, amint mondtam, nem csak a felújítás, hanem bútorok, eszközbeszerzés, illetve egy személygépkocsinak a beszerzése is megtörtént. A helyi termékértékesítés szolgáló piacok fejlesztése és közétkeztetés fejlesztése című vidékfejlesztési programos pályázatból nyertünk 37 millió forintot arra a célra, hogy az étkezde belső átalakítása megvalósuljon, és a két piacterünkre elárusító helyeket tudjunk kihelyezni. Az étkezde belső átalakítása már megtörtént, egy nagy, tágas étkezőt tudtunk kialakítani, illetve amely még ennek a pályázatnak a keretében folyamatban van, az a két piactérnek a kialakítása, de nem sokára elkészül az is. Elsősorban az általános iskolás gyerekek étkeznek ott, illetve hát az épület alkalmas arra, hogy bármilyen olyan rendezvényt, amelyhez meleg étel kiszolgálása szükséges, azt ott helyben meg tudjuk valósítani. A jövőbeli tervekről annyit tudok elmondani, hogy egyrészt be kell fejeznünk a csapadékvízelvezető pályázatot, amely jelenleg az első üteménél tart, de a második ütemre is rövidesen sort kell keríteni. Energetikai pályázatból nyertünk még több épületnek a szigetelésére. Magyar Falu programban el fog kezdődni a vadászház felújítása, kialakítása, illetve a református közösségi háznak a felújítása.